Köszöntöm a nézőket! Folytatjuk nyomozásunkat, oknyomozásunkat itt a közjegyzői visszaélések, vagy a közjegyzői törvény fizetési meghagyási törvény által meghagyott joghézagot, illetve ugye azt próbáljuk feltárni. Az előző részben is arról beszélgettünk itt a Andrással, hogy milyen módon próbál ez az illető visszaélni a fizetési meghagyás kibocsátásával, és hogy már büntető ügyet is kreált a a hatóság, ugye már vádat emeltek, és már bírósági szakaszban van ez a büntetőügy, és ahogy említett ő is, több sértetje is van ennek az elkövetőnek, és ugye nem is mindenkivel találkoztunk még. Itt üzenem azoknak, akik esetleg maukra ismernek, és hasonló cipőben járnak, akkor keressék meg pártunkat, és jelezzék panaszukat, észrevételüket, hogy önök ellen is úgy próbáltak fizetési meghagyást kibocsátani, hogy ugye a másik tulajdon ö, hányadra próbáltak többlet használati jogot, vagy más jogcímen megpróbálni fizetési meghagyást és tartozást generálni, hogy aztán akár végrehajthassák ezeket az összegeket, mert ez véleményem szerint egyértelműen visszaélés a joggal és a joghelyzettel, de sajnos ezt a joghelyzetet a jelenlegi kormány alkotta meg 2010-ben, mikor ugye a fizetési meghagyás közjegyző jogkörbe került, és ők bocsátják ki ezeket a dokumentumokat, és ami még tetízi a bajt, hogy semmilyen joguk és kötelességük nincsen arra vonatkozóan, hogy ezeknek a jogalapját megvizsgálják, és bizonyítási eljárást nem kötelesek végezni ezeken az eljárásokon, és így sajnos egy olyan kaput hagynyitva jogalkotó, amivel az elkövetők nagyon gyakran visszaélhetnek, ahogy ugye az elmúlt példa is a András példája is nagyon jól mutatja, és uh, nem véletlenül itt mellettem Zoltán sem, mert ő is hasonlóan járt ezzel az illetővel kapcsolatban, és uh, akkor beszéljünk is pontosan, hogy mikor, kerül, mikor kezdődött ez az ügy, hogy próbálta kiátszani ezt a lehetőséget, Fendben. és uh, mi lett az eredménye sajnos. Hát, saj, kerültünk kapcsolatba? úgymond kapcsolatban ezzel a vitézzel, mint az András. Mi 2010-ben ő egy májusi vagy áprilisi árverezésen szerzett fele tulajdont egy családunk tulajdonába tartozó ingatlanba. Egy lakásról, egy 56 négyzetméteres lakásról volt szó. És 2010-ben pontosan azzal, hogy ő azt gondolta, hogy a, a sértett azon a címmel lakik, ahol ő megszerezte a feletulajdont, holott ő, tizen, ő kisfiú volt, akkor még kiskorú, tehát az én felügyeletem alá tartozott. Mindenhol be volt jegyezve gyártóhivataltól kezdve minden hivatalos helyen, hogy mi a címe. Ő ezzel visszaélve arra az adott címre kézbesítetett vagy nem kézbesítetett fizetési meghagyásokat, 12 darabot első körben, szintén 300 ezer forintról, és mire mi ezekhez hozzájutottunk már, Na, a végrehajtási szakaszba került a, a helyzet. Nem tudtuk kivédeni, mert ott már nem volt ellentmondás a lehetőség. Még itt annyit hozzáfűznek, hogy ezek 2010 tavaszán. 2010. A májusában indult, is. és ő. ő tehát már 2010-ben, bár még nem volt bejegyzett tulajdonos, ő már arra az időre elindult a követeléseivel. De ugye pont ebben az időben került át a bírósági. Pontosan, a, a közegyző... még a közjegyzői fizetési Igen. meghagyásokra. Vagy ez már nulladik pillanattól visszajelhetett ezzel a helyzettel. Így van, az első pillanattól kezdve, sőt, most az, hogy a közjegyzőknek nincsen joguk, vagy nem volt joguk, vagy ma sincs joguk vizsgálnia a követelés alapját. Azért egy idő után, amikor valaki ellen a 20. papírt adják ki az a, a, közjegyzői, kellene, a közjegyzői nyilvántartásba, feltehetően látja a közjegyző, hogy itt valami nem lehet kerek, mert az XY ellen most adja ki, vagy most adja be az ember a 22. végrehajtási vagy fizetési meghagyási papírt. És nem, tehezne, nem, nem tehetnek, vagy nem is tesznek ellene, tehát gyakorlatilag, én azt mondom, hogy ennek a kifosztásnak, ennek az intézményesített kifosztásnak első láncszeme pontosan a közjegyzők hatáskörhiánya, jogkörhiánya, és az, hogy ők egyszerűen ezzel a dolgokkal nem foglalkoznak. Ugyanez vonatkozik a későbbiekben a végrehajtókra, mert abban az időszakban sajnos a, végrehajtási, a végrehajtói kézbesítés volt érvényben ahol a végrehajtók, én ezt bizonyítani tudom, éppen 6 millió forintba került ez a kis játékuk, hogy a végrehajtó nem jött ki a papírokat kézbesíteni, sem a fizetési meghagyást, sem a jogerőre emelő nyilatkozatot, sem a végrehajtás indítása papírt, sem az, hogy az is jogerőre emelkedett, és bizony ezt a bíróságok az a végrehajtó érvelését, hogy ő még este 20 óra, vagy 19 óra, 58-kor is kim volt nálunk, ezt a bíróságok megették, elfogadták. Tehát azért itt is van egy kis probléma, hogy az egész eljárási folyamatban, ugye ez hosszú évek tapasztalata volt, mert H. Attila Endre 2010-ben elindította ezt a folyamatot, és egy darab még nem tudott pénzhez jutni, de kipécézte azt az időszakot, ami arra vonatkozik, hogy a gyerek nem érhető el lakcímileg. Tehát gyakorlatilag. Ez a kis a, a, a kéz, a, a, és a kézbesítési vélelem. Tehát nem tudtuk megdönteni, mert nem volt kézbesítés. Tehát ő, ő azt a 22 kézbesítés, vagy 22 végrehajtási papírt mind arra a címre küldte el, ahol az átvétele teljesen lehetetlen volt. Szóval... Hány darabot kaptak? Ösztösen? 22. -t. Annyi fizetési meghagyást? 22 fizetési meghagyást. Mennyi lett jogerős? Azt hiszem, hogy szám szerint pontosan nem tudom megmondani értékbe, hogyha kiszámolnánk visszamenőleg, olyan 6 millió, 5, 6 millió, 7 millió forint körül, mert az értéke a lakásnak közben úgy jött ki. És akkor az a többlethasználati díj volt az alapja? Így van, csak a többlethasználati díj, de itt volt egy probléma még, hogy 2018. július 31-én árverezték el H. Attila Endre kérelmére az ingatlant, és ugyan ő 2018. augusztus 2-án 8 darab magyarországi közjegyzőnél azt a 6 millió forintot, ami a gyereknek járt volna, pontosan ezt az összeget, újra fizetési meghagyásba tette, és be is hajtotta, hozzáteszem, bírói segédlettel. Tehát hiába történtek meg azok az ellentmondások, azok a papírok, számtalan beadvány készült a bíróságra. A bírósági titkárok, minden esetben megállították a folyamatot. Amikor megkerestem a bíróság. És az ő kezükbe lett volna az a döntési... megállítás. Így, így van. Ilyen játszották azt a folyamatot, hogy egy évig ültek rajta, mikor rájöttek, hogy igazunk lenne a beadványban, akkor visszajött egy levél azzal, hogy válaszoljunk meg, hogy mit szeretnénk elérni. Na most miután azért nem hagytuk magunkat ezekben az ügyekben, most a végrehajtási ügyekkel, vagy a fizetési meghagyásokkal egy kicsit tovább lépve, panaszt tettem a bíróság elnökénél, a bírósági titkárok tevékenységére, nem az ítéletére, hanem a tevékenységére, hogy miért nem nézik meg az eltelt időszakban beadott Iratokat, amiből nyilvánvaló volt, hogy időhúzás játszanak, tovább nem akarom bonyolítani a gondolatot. Azt a választ kaptuk, hogy nekik nincs joguk a bírósági titkárok felett. Tehát ez az egész. Milyen bocsánat, kár keletkezett. Vagy mi volt a kár itt akkor az ingatlan ábrezéssel, azt akkor teljesen elvesztettük. Te, igen, teljesen. Ez az ingatlan ma 30 millió fölött ér. És még a szépség hibája az, hogy pert indítottunk a Csepeli Bíróságon a Hátilla ellen lakáshasználati díj felülvizsgálat, illetve a, a gyereknek járó pénz megszerzése ügyében. Hát ugye már az is érdekes, hogy a, a bíróságok Hátilla havi 300 ezer forintos fele tulajdoni, rész utánjáró igényét befogadják, majd amikor a sértetnek kellene lakás használati díjat ítélni, akkor megjelenik a szakértő, és kijelenti, hogy ez a lakás 80 ezer forintért adható ki, pere, és ennek a fele 40 ezer forint. Még érdekesebb, hogy az első fokon eljáró Csepeli bíróság megítélt körülbelül 2 millió forint. Többet használt díjat az eredeti károsultnak a gyereknek, majd bekerült az ügy a törvényszékre, ahol a törvényszéki bíró még eztől is megfosztotta a gyereket. Tehát én azt mondom, hangoztattam is több helyen, több ismerőssel, akikkel ilyen végrehajtási károsultak voltak. Összejöttünk, hogy nyilvánossá is tettem, nem egy alkalommal. Bizony itt intézményesített kifosztás folyik. Tehát mindaddig, ameddig sem. alapjaiban, és az önök harca nagyon, nagyon találó, és nagyon alapvető, mert a fizetési meghagyások az az alapja ennek az egésznek. Tudomásom szerint a végrehajtói kézbesítés megszűnt, úgy tudom. Tehát ott már nem élhetnek vissza azzal, hogy nem viszem ki a papírt, csak beírom, hogy megtörtént. A Böllner-Schadl nyomozati iratokban egyébként pont erre volt utalás hogy ezt a végrehajtói kézbesítést vissza szeretnék hozni. Hogy ők hogy hát, ugye ki a fizetési meghagyásokról például dokumentumokat. Elvileg az igazságügyi minisztériumban erről voltak egyeztetések, de ahogy láthatjuk, már egy jó pár éve ebből nem lett semmi. Hála Istennek ez ugyanolyan csalásra ad jog, a jogalapot, mint maga a fizetési kibocsátás, mert ott kellene jogot adni a közjegyzőknek, hogy nézzék meg, illetve a követel, a, a végrehajtást kérő vagy a követelés beadásakor, a, kiáll, a papír a, végre, a fizetési meghagyás kiállításakor csatolni kellene azt, hogy mi a jogalapja a követelésnek. Hát a közjegyzőnek le kellene folytatni egy bizonyítási eljárást, és meg lenne valószínűleg, meg lenne oldva nagy részben ez az egész probléma. Halva. Kiderülnek a turpiságok, hogy itt nincs jogalapja. Bizonyos H.N. Attila Endre, ugye az... A mi esetünkben 22 végrehajtást az András által említett Csepeli Hölgy sokkal többet adott be. És úgy látszik, ezek a ügyek átfutnak a bíróságokon, a hivatalos helyeken, vagy nem törődnek vele, vagy nem akarják ezt az egészet tudomásul venni, hogy bizony itt jelentős törvénysértések vannak. Az önügyében ügyében a büntető ügyi vagy büntető jogi szankciók azok nem léptek életbe, vagy indítottak eljárást? Mert ugye itt említette az előbb az András, hogy Miskolcon ugye szerencsésen elindult egy állagyom, eljárás. erre. Vagy ezzel kapcsolatban nem keresték önt meg a hatóságok esetleg? Vagy bejelentés? Hát én eljártam. több büntető eljárás kezdeményeztem volna feljelentés ügyben központi nyomozó ügyészség különböző eljáró szerveknél, és hát van, egy budapesti kerület, ahol rendszeresen megakadta a büntető ügyvizsgálata, mert a központi nyomozó ügyészség kiadta vizsgálatra. És ebben a bizonyos északpesti kerületben a bűnügyi osztályvezető minden alkalommal azt közölte, hogy bűncselekményre utaló körülményeket nem talál. Tehát H. Attila Endre, ezek szerint törvényileg védetten folytathatja ezt a tevékenységét, amelyet 24 éve folytat. 24 éve. 2010-től átfizetésünk, vagy is volt De ő közölte, hogy ő 2000. Mind ilyen formátumban? Ott, ö, ö, újságban, újságban. Valami riportban volt ez, hogy ő akkor közölte, vagy a bírósági jegyzőkönyvben volt benne, hogy ő 2000. 2002 vagy 2000 óta ebből él, ez az ő árverési tevékenység. Az árverésség, igen. Árverésség. tevékenység. Jó, igen igen, igen, hát, igen. Ő, és ő ott apostrofa, apostrofálta magát árverési bevőként. Evő, Tehát amit csodálkoztunk, hogy... Az tisztességes munka, ha, igen, tisztességes bevétel. Rendes, adóköteles. Úgyhogy én ezt tudom erről elmondani, hogy sajnos itt alapjaiban, mondjuk úgy, hogy itt van a kutya elhantolva, mert jogalak nélkül gyakorlatilag, ha otthon ülök, bárki ellen ezt a jelenlegi törvények szerint számítógép segítségével meg lehet oldani, hogy kifosztom. És erre, mint példa, nagy értékű ingatlanokat addig gyötrik a tulajdonosokat, ameddig ki nem foszák, ki nem forgatják belőle. Úgyhogy én egyéb büntető, a Miskolci ügyben Andrással kapcsolatban állok, és amennyiben kimondja a bíróság, hogy Bűnös, ez és is, is ez történt. történt, előveszem a régi dokumentumokat, amelyben én ezeket már leírtam a ügyészség és a bíróságok felé, és az ismereteim szerint az ilyen módon szerzett ingatlan visszajár törvényileg, de ennek megtaláljuk a törvényi formáját, tehát a csalásra épített dolgok azok. Remélem, nem fognak működni sokáig. Tehát ebben remélkedünk, hogy majdan egy jogerős bírói ítélet születik, és akkor tovább lehet szüket. lépni. Ennyit gondoltam, hogy ebben a helyzetben. Hát köszönjük szépen a történetet is, hogy megosztotta velünk. Hát elég szomorú történet, sajnos ez egy gyermek vagy fiatal ember életének a tönkretétele ameddig ilyen az emberek tevékenykednek Magyarországon addig. Sajnos. Hát itt a törvényi lehetőségek adottak ezeknek a bűnözőknek igen. a kiszolgálására, innentől kezdve már nekik csak pofa kell, hogy Sajnos, ezt végig tudják vinni, és a hatóságok vagy asszisztálnak hozzá, vagy szemellenzőt vesznek fel, és nem vizsgálják igen. ki rendesen az ügyeket. Sajnos ez van, igen. Úgyhogy én önöknek sok sikert kívánok, hogy a törvényjavaslat jusson át, az igazságügyi bizottságon, lássák be azok a képviselők is, akik eddig ezt mereven elutasították, hogy bizony erre az emberek kifosztására bűnbandák szakosodnak, kerülnek, kellnek életre, és hát Attila Endre elképzelhető, hogy csak egy a, a sok, sok közül. Úgyhogy ennek jel. kellene véget vetni, mert még annyit az igazságszolgáltatással kapcsolatosan, hogy ha Miskolcon megállt ez a nagy mennyiségű, úgy tudom, 36 rendbeli csalás és sok amit én 2010 óta folytattam, 2018-ig, az alatt a 8 év alatt szélmalomharcot folytattam a magyar hatóságokkal a magyar igazságszolgáltatással, mert ők ugyanarra, amire Miskolcon azt mondták, hogy bűncselekmény, arra ők azt mondták, hogy ők nem találnak benne bűncselekményt. Tragédia, hát, ez is. Úgyhogy. Hát köszönjük szépen. Én köszönöm, ha köszönöm. Haján, Mi azon jel. leszünk a továbbiakban is, hogy ezt az egész rendszert felszámoljuk, és új alapokra helyezzük magát a végrehajtást, a közédzői rendszert, a követeléskezelőket is Igen. egyaránt, és ha ezeket a bűnbandákat pedig nyilvánosságra hozzuk és felszámoljuk. Nagyon, Nagyon köszönöm. köszönöm. És éppen ezért kérem a nézőket még egyszer, hogyha hasonló esettel találkoznak, és hasonlóan keresik meg önöket akár árverési vevők, vagy egyéb jogon megszerzett tulajdonosok, akkor keressék meg a párt, pártunkat, és vessünk véget együtt ennek a kizsákmányolásnak. És igenis a törvényhozóknak, a kormánynak ideje lenne felébredni az íróasztalok mögül, és a való élettel szembesülni. Hogy tényleg itt családok, emberek, gyermekek életeit tehetik tönkre ezek a jogszabályok, hogyha nem módosítanak rajta. A mi hazánk mozgalom pedig a jövőben is kiáll az adósok, vagy a kreált adósok oldalán, ugye mint az előbb is hallhattuk, és fel fogjuk számolni ezt az egész rendszert, és nem fogunk addig belenyugodni, amíg a fizetési meghagyásban is nem lesz hathatós reform, ami nem működhet másképp, mint hogy egyrészt a közjegyzőjárásban, hogyha a közjegyzőknél magad marad ez a fizetési meghagyás, akkor igenis legyen kötelező a bizonyítási eljárás, igenis végezzenek tevékenységet konkrétan a közjegyzők a pénzükért, illetve igenis véleményem szerint felelősségük van az elmúlt, az elhangzott ügyeknél is olyan szinten, hogy a, a kamara, a MOK, ahogy a közjegyzői kamara felelősséget Felelősséggel tartozhat, mivel szembe kellett volna nekik tűnni, hogy egy illető folyamatosan 300 ezer forintot kér, többlethasználati díjon, és Próbálja így a fizetési meghagyásokat kibocsátani, és ezeket meg elég gyakran visszait, vissza is utasították, visszadobták, ugye, hogy nem ö, állt bele a perbe. És ö, véleményem szerint a közédzői kamara is ilyen szinten felelős, hogy ezeket az ügyeket nekik is fel kellene tárni, és igenis nekik is nyilvánosságra kellene hozni. De ha nem is nyilvánosságra, a hatóságoknak kellene továbbítani ezeket a felettébb gyanús ügyleteket. A mi hazánk mozgalom pedig a továbbiakban is kiáll azért, hogy vagy bizonyítási eljárás legyen a fizetési meghagyásoknál, vagy pedig kerüljön vissza bírósági hatáskörbe, ott pedig alapvető a hatósági eljárásokban, hogy bizonyítani kell a igazunkat, vagy a kreált igazunkat egy egyaránt.